48-ban a Tatai táborban, ugye nem csak sportolók voltak, hanem a államvédelmi vagy nem tudom a politikai szervezet részéről. Hát voltak olyan emberek, akik egy-egy sportághoz beosztva, akikről mi azért tudtuk, hogy ők kicsodák, és akiknek a feladatuk volt, gondolom, mert hát velem is volt egy ilyen kis epizód, feladatuk volt, hogy nagyjából megismerjék a sportolókat, hogy alkalmasok lesznek-e arra, hogy kimenjenek külföldre, képviseljék az országot, egyrészt másrészt, hogy visszajönnek-e. Na most például volt velünk is egy Illető, hát nevet nem is akarok említeni, bár tudom a nevét, nem tudom, hogy él még. Később a torna Szövetségnek is egy illusztris vezetője lett, sőt, a Tesnesi Főiskolának is egyik tanszékének a, a vezetője. Lényeg az, hogy körbe sétálta, ott volt Tatán egy nagy tó, és mindig ilyen sétára hívtak minket, és a, egy kereszt volt a nyakamba, egy, egy ilyen arany kis kereszt, amit még ugye a keresztülőktől kaptam és hát kérdezte, hogy ez miért van a nyakamba. Hát természetesen az ember mondta, hogy miért van. Hát megkeresztelték, és hát mondta, hogy ez ebben a mi világunkban, ez, ez, ez nem megfelelő, és hogy én vegyem le. Hát le is kellett vegyem a, a arany és a keresztet. Ki akartunk jutni nem csak azért, hogy, hogy megmutassuk, hogy mit tudunk, hanem érdekelt minket. Egyetlen módja volt az utazásnak, hogy megismerjünk egy más világot, és a másik pedig, hogy abban az időben elég nehéz volt a gazdasági élet, jegyrendszer volt, ha jól emlékszem, igen, jegyrendszer volt, kaptunk minden hónapban, kaptunk egy négy kilós csomagot, erre emlékszem, amiben volt cukor, már nem tudom, liszt, aminek a beszerzése nagyon nehéz volt, és hát egyáltalán a tatai táborban, hát az egy tejjel mézel folyó kannam volt akkor, mert bizony téli szalámitól, vajtól kezdve, tejtől olyan dolgokat kaptunk, amiket a polgári, életben a civil lakosság nem kaphatott meg. Mit váltak a tornász csapattól? Hát a felkészülésünk abban az időben nem ugyanaz volt a rendszer, mint ma. Abban az időben két együttes tornagyakorlat volt, egy talajgyakorlat és egy kéziszeggyakorlat, amellett volt egy 8 cm-es gerendám, ma már 10 van, kellett tornázni, és volt egy lengőgyűrű és egy 150 cm magas kápásló, amivel rugós deszkán keresztül ugrottunk fel. Na most ezek a lengőgyűrű maga egy elég veszélyes szer volt, és ennek is köszönhettük azt, hogy a legjobb tornászni a keleti Ágnes, aki a maga idejében valóban a világ legjobb tornásznője volt, az utolsó londoni edzésünkön megsérült, tehát az ő részvétele kiesett, a tartalék állt be, és tulajdonképpen egy gyengébb csapattal tudtunk így fölállni. Abban az időben még 48-ban nem volt egyéni verseny, csak csapatverseny volt, és tulajdonképpen mi esélyesek voltunk az aranyéremre.